Egyszer volt, nem is olyan régen, hol nem volt angyali vidéken, Nisszában öreg zongorista róta. Hűsfestő csillogó pohárba, ott ültünk a divatos bárba, akkor lett népszerűvé ez a nóta. Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. A sors olykor nem tudja, mit akar. Az egyiknek kiderül, s a nap fénylik fenn. A másiknak nem jut, csak zivatar. Az én szívem nem sejti, mi a csókos napsugár. Hisz nékem, mint senkim, kis szívdobogva haza vár. Az egyiknek kérdése. Itt és most ezt önök döntik el. Akinél viszont ez nem kérdés, mert hogy állandóan fenn van, úgyis mondhatnám, hogy a hazai színházi élet egyik álló, most éppen ülő csillaga, aki egyébként nem végezte meg színészi karrierjét, és végig itt lesz önünk és zongorán kísér, Darvas Ferenc! Várjunk bele, első vendégünk üzletember, sikeres, gazdag, hogy én ne fészkelődjenek, sajnos már el kell. Ismert és elismert. Amihez hozzányúlsz, szinte aranyjá válik, pedig nem aranyat gyűjt, hanem képeket. Állítólag hiányzik a szótárából a kudarc szó. Én azért megpróbálom majd értelmeztetni vele. Hölgyeim és uraim, a Radnóti Színház színpadán Kovács Gábor üzletember! Mivel egyedül voltam, ezért olyan egyedüli gyerek voltam, olyan nagyon irányítani nem tudtam, kit maximum a szüleimre. Hát őket szerintem irányítottad, nem tudom, nézzünk egy picit hátra. Látod, ott ősz egy talicskába, úgy biztos, hogy kellene mondani, hogy most akkor előre, hátra, jobbra vagy balra. Ez hol van? Ez kakas széken, ott a ház előtt a kertben. Aha. Van egy másik képünk, az nagyon izgalmasnak tűnik számomra, persze, hogy igaz is voltam, mert egyet mostanában nem nézegetem azért az újságokban, olvasom a híreket, hogy nem nagyon látom, hogy futballoznál. Nem, én valahogy úgy gondoltam, hogy inkább a képkeretekkel foglalkozom a focipálya alapon a keretei helyen. Nem tudod sikeresebb lenni mostanában, nem? Hogyha egy kicsit szeretnéd a focit. Az a igazság, hogy én tegnap előtt is megnéztem a megdöntőt, tehát szeretem el a focit, csak más szinten. Elmondt, hogy soha nem környékezett meg a politika, vagy te nem próbáltál dörgölözni? Nem. Tényleg? Tényleg. És miért nem? Nem volt hozzá étvágy. Most komolyan, tehát
én azt szeretem csinálni, amit csinálok. Én nem gondolom, hogy én több lennék azzal, hogyha politikus szeretnék lenni. Én teljesen jó vagyok a bőrömben, amikor üzletekkel foglalkozom, és biztos, hogy nem érezném magam jól a bőrömben olyan dolgokat csinálva, amihez nem értek. Ahhoz egy másfajta tehetség. Ugye van még egy édes képünk, ez szerintem neked is tetszeni fog. Azt hiszem, hogy ez volt életem első színházi fellépése. Ugyanis Kakas széken jelmezvál volt minden évben, és én voltam a rudasom. Nem mondod? Hát legalább 80-10 voltunk gyerekek Kakas széken ott két-három év összefüggésében, és ott volt egy szanatórium, ahol komoly társasági élet élt, és a főorvos és a felesége mindig szervezett jelmezvált a gyerekek. És van benned valami dudas Martiból, mondjuk, hogy háromszor veled vissza? Nem gondolkoztam, én csak egyszer szeretem vissza, mert még érdekesen. Na, nagyon. Vannak neked ellenségeid, mit gondolsz? Én úgy gondolom, mindenkinek vannak ellenségei, de nem ismerem őket. Hát, ellenségei, ellendrukkerei, hogy mondjam, nekem, tehát én úgy gondolom, hogy én nem vagyok senkinek az ellensége. Hogy más mit gondol erről, ezt meg én nem tudom megválaszolni. Mi az, ami első rendszerbe jött, hogy azt a szót meghallott, hogy Kakas szék? Hát valahol a természet, a nyugalom és a harmónia, én nagyon-nagyon élveztem azt a gyerekkort mai fejjel, hogy semmi nem zavart, honlapban volt minden. Honlapban voltak az emberek, nem volt ellendrukker. Én egy iszonyatosan nagy harmóniában éltem és nőttem föl gyerekkoromban. Hiányzik egy kicsit a faluségét? Hiányzott, ezért költöztem Terpibe. Aha. Tehát ki az ördben a szabadba. Persze nyilvánvalóan a Terpi lét az más, mint a lét Kakas széken, ahol az emberek jöttek, ugye, ahol laktunk, a volt kocsma és a nagyobán építette azt a házat anyát a vasútállomással szemben. Ez volt Kakas széken a kereskedelmi, kulturális és közlekedési központ. Pláza, ez volt a Kakas széki pláza. És ugye én ezt nagyon élveztem, hogy jöttek az emberek szinte minden nap, vagy minden másnap, találkoztam mindenkivel a anyavilágból, hiszen jöttek kenyeretembe a boltba. És kialakult egy nagyon, hogy mondjam, egy ilyen intim beszélgető viszony, nagyon kedveltek engem, ma is egyébként nagyon érdekes módon még visszamegyek Kakas székre, és még élnek idősebb emberek, akiknél, hogy nagyon magas polcon vagyok. Szóval jöttek beszélni, tehát tudtunk egymás gondjairól, dolgairól, bajairól, életéről. Az egy nagyon laza, és nem azt mondom, hogy összetartó közösség volt, de azért ott nem lehetett leszakadni. Ennek persze az a oka, hogy Kakas szék az egy nagyon kis település volt, akkor sem lakott ott 320 embernél több, de volt egy szanatórium, azt persze önök nem tudják, hogy az 1920-as évek végén, 30-as évek elején Kakas szék volt az ország egyik legjobb minőségű gyógyfürdője, évvíz és harkán után ma már romjaiban van meg ez a rész Kakas széken, de a 20-as évek végén épült egy szanatórium, és az azóta is megvan. De ebből még akár lehet is valami, hiszen nemrég megalapítottad a Kakas széki emberekért alapítványt, gondolom azért nem csak fele van egy szerepedből. Hát csináltunk egy alapítványt a lányaimmal. Meg csináltunk egy Kakas széki közösségi házat, ahol van egy kis büfé, mint egy színházi büfé, tehát ez akkora úgy kell elképzelni. Van most már internet és számítógép is, tehát az emberek olyan járhatnak internetezni és számítógépet használni printer, hogyha bármi kell, mert egyébként 5-6 kilométert utaztak, hogyha bármi ennél kapró dolgokat el kellett intézniük. Hát ez a kezdet. Nagyon jó lenne előbb-utóbb Kakas széket visszahelyezni újra a térképre. Van nekem erre vonatkozóan elképzelésem. Megettem volna, hogy Tepőben van ezek volna, tehát azért így... De még ennek nincs itt az ideje. Tehát egyelőre nekem másos sorsra van adódik Kakas szék. Szerintem az majd öregkoromban jön. És hát borzasztó jó lenne Kakas széken valami olyan települést csinálni, ami egy abszolút környezetbarát zöld település. Károly Herceg épített egy falut Angliában körülbelül 20 évvel ezelőtt hasonló elvek alapján. Tehát borzasztó jó lenne Kakas széken csinálni valami hasonlót.
Nagyon meglepődtem, hogy szóba hoztad Károly herceget, mert hogy nekünk van egy képünk, ahol te Károly herceget vatárkázol, hogy úgy mondjam, mert hogy éppen kapasszéki alapítványod miatt meghívott téged egy teára. Mesélj velem, milyen lehet, hogy bemész, akkor így ilyen nagyon ki kell húzni magadat, szépen így a kis ujjá, vagy hogy kell elképzelni egy kávézás, meg teázás, egy trónörökössel? Tehát úgy gondolom, hogy kapasszéken gyerekkoromban nem mondod komolyan, nem? Miről beszélgettek? Ez most tényleg érdekel. Ez az egésznek az a lényege, és azért tenni az embereket diszkulni. Ennek az egésznek az a lényege, hogy az ember mindaddig diszkul, amíg valamilyen gátlásai vannak, vagy kisebbségérzése van. Abban a pillanatban, amikor rájön arra, hogy ő ugyanolyan ember, mint bárki más ezen a Földön, és az ugyanolyan alatt azt értem, hogy se nem több és se nem kevesebb. Onnantól kezdve kialakul egy normális rend, és kialakul egy beszélgetés. És Kárl Herzeggel beszélgetni nagyon sok mindenről. Mondja meg legalább valamit, hát most nyilván nem a legdiszkrétebb részletek. Károly Herzeggel beszélgettünk a Sopron-Bánfalvi kolostorról, mert hogy ő annak látta a fotóit, és oda megígérte, hogy előbb-utóbb el fog jönni, hogy a Magyarországon jár. Beszélgettünk arról, hogy neki van egy nyári iskolája Velszben, ahol épít, fiatal építészeket fogad és képez, egy ilyen 3 hetes interaktív iskola, ahová 2 magyar fiatalt eljutottunk tavaly nyáron. Az egyik egy belső építész, a másik pedig egy tájépítész. De figyelj, engem azért, tehát hogy mondjam, ez tök jó, és ezt most itt sorolhatnád hosszan, nem beszélgettetek, nem tudom, nőkről, fociról. Az igazság az, hogy én próbálkoztam, amikor megkérdezték, hogy milyen teát szeretnék, én mondtam, hogy Kamilla. Gábor, figyelj, van még egy gyerekkori képük, ez nekem nagyon tetszik, ezt feltétlenül gondoltam, hogy meg kell mutatni. Másik jelmez válár, amikor puszán van. Egyetlen nap, amikor amit katona válár. Figyelj, azt tudom, hogy nem voltál katona, de azért, hogy mondjam, senkinek nem voltál idézőjelben a katonája, a szolgája, a kiszolgálója adott esetben. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, szerintem a családom tud erre legjobban válaszolni, hogy nehéz engem elképzelni szóra szerepben. De mindig független volt? Amont szerepben el lehet képzelni, és voltam én Tamont, és van jó. Egyetem után is, tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy Fáy Gyula és Fekete János mellett én igazában tanonc és tanuló voltam a Nemzeti Bankban ebben a szakmában, hiszen mellettük más nem mehetett az ember. De ha igazából azt kérdezed, hogy függtem-e másoktól, azt hiszem, hogy nem. Azt ezt nem tudtad megtenni, mondjuk éppen szóba hoztad az MNB-t, hát azért akkoriban, jó, nekem mondjuk tankönyvi élményeim vannak, de hát azért nem úgy volt az, hogy az ember hogy csak úgy azt csinált, amit akart, nem? Az egy másik dolog, tehát az, hogy az embernek vannak főnökei, és megvan, hogy mi a feladata. De nekem olyan főnökeim voltak, akik engem társnak partnernek tekintettek, és nem napi parancsot osztottak. És ez egy másfajta önállóságot, másfajta önbecsülést adott. Milyen volt különben, előbb mutattuk Fekete János képet, milyen volt vele együtt dolgozni? Fekete János benne volt abban a banki elnökben, amelyik akkor is meghatározott a világban nagyon sok mindent. Ő tagja volt annak a társaságnak, annak a top 30 bankának, központi bankának, akik hát a legjelentősebb klub volt a világon a pénzügyi gazdasági szektorban, és ez azt jelentette, hogy neki és ebből adódóan nekünk, Magyar Nemzeti Banknak, Magyarországnak, mindig korábban volt meg az információja nagyon fontos dolgokról informálisan, mint amit egyébként a világban lehetett látni és tudni. Tehát én ott tanultam meg tőle azt, hogy mit jelent az, hogy személyes kapcsolat. Hogy elfogadnak valakit, vagy nem. De van ennek egy másik története, másik vonatkozása is. 1982-ben ugye volt egy nagy adósságválság, és majdnem tönkrementünk. És amikor már lehiggadtak a kedélyek, akkor kezdtek megnyílni a piac lehetőségek, és én a skandináv referens voltam a Nemzeti Bankban, és elmentem Finnországba azzal a feladatot, hogy próbáljak meg valamilyen pénzt szerezni. És én ott megállapodtam pénteken délután, a Posti Bankinak hívták az ottani Postabank, hogy csinálnak nekik egy 50 millió dolláros hitelt.
leszindikálják az északi országokban. És péntek délután volt, onnan rögtön a repülőtérre mentem, és hétfő reggel indult a hét értekezlettel, és a japán csapat jelentette, hogy az egyik japánban 300 millió dolláros üzletet szeretne nekünk csinálni a piacon. Én pedig mondtam, hogy hát én péntek délután kötelezettséget vállaltam arra, hogy csinálunk egy 50 milliósat. Azt mondta a Fekete János, hogy rokkant egyszerű, tehát szavatat adtad, akkor most megcsináljuk az 50 milliósat, csináljuk meg gyorsan, addig a japán csapat várja. Pedig a 300 sokkal több, mint az 50. Tehát ebben a világban, ahol a Fekete János és csapata egy teljesen más morál mellett nőtt föl, az adott szónak elképesztő jelentősége volt. Egyébként Kaposszéken is. Most, hogy már szóba hoztad, hogy az 50-nél több a 300, azt el tudnád képzelni, hogy szegényen élj? Abszolút. Tényleg? És hogy élj akkor szegényen? Gazdagok. És pedig? Lelkiekben gazdagok. Tehát én szerencsére már az életem korábbi stádiumában rájöttem arra, hogy a pénz vagy a vagyon az nem ettől célú. A pénz nálam az egy speciális energia, amivel lehet alkotni, lehet teremteni. Jó, de azért, hogy mondjam, azért sokaknak jól jönne egy ilyen speciális energia, de mondjuk azon meditálnak, hogy most lehet neki kenyeret, meg tejet. Tehát én erre gondolok, amikor azt kérdezem, hogy tudnál lesz szegényen. Én is erre gondolom, hogy szegényen és gazdagon, ugyanis nem a pénzem múlik az, hogy valaki kerek egész vagy nem, hogy rendben van az élete vagy nem, hanem ha megtalálja a harmóniát önmagával vagy nem. Tehát hogyha elmegyünk Indiába, rengeteg nyomorgó és szegény embert találunk, és ők mégsem élik meg az életüket drámokért. Mi itt Magyarországon mindig azt mondjuk, hogy nem vagyunk elég gazdagok, szegények vagyunk és nyomorgunk, és ez egy nagyon-nagyon relatív dolog. A gazdagság is és a szegénység is egy relatív dolog. Figyelj, általában azt szokták mondani, hogy gazdag emberek esetében nem érdemes, ugye nem érdemes kérdezni az első milliót. Azért hadd kérdezem már meg, hogy az... Nálam nyugodtan meg lehet kérdezni, ez megint egy összetett dolog, mert ugye két év londoni munka után én nem szegényen jöttem haza Londonból. Tehát én ott sikerdíjas voltam, és angol viszonylatok mellett is tisztességes pénzt kerestem. De ha a kérdés az, hogy a cégem miből csinált az első milliót, akkor azt tudom mondani, hogy a bankárt egy 1 millió forintos tőkével alapítottam, és az első érdemi tranzakció az a mai, az akkori OKGT összefüggésében keletkezett, ugyanis amikor én ott hagytam a Citibankot, akkor tulajdonképpen vákum keletkezett itt Magyarországon egy ilyen mindezt nem banki gondolkodásban, hiszen akkor szinte egyedül voltam ezen a piacon ezzel a szemlélettel. És már egy hete nyitva volt a bankár ajtaja, és egyszer csak fölhívott az akkori OKGT vezérigazgató helyettese, hogy hol vagy már, kereslek egy hete, kellene az OKGT-nek 30 millió dollár, mert minden magyar bankon már limiten vagyunk, ugye akkor kicsi volt a bankrendszer, tehát nem tudtak sok pénzt adni a legnagyobb magyar vállalatnak. És én beültem az autóba, elmentem hozzá, meghallgattam. És mondtam, hogy jó, akkor én ezt megcsinálom. És egy hét múlva Londonban az egyik nagybank folyósította a 30 millió dollárt, és én ezért egy nagyon tisztességes jutalékot kaptam. Utána rá két hétre a Matáv keresett meg. És én csináltam a Matávnak az első középjáratú devizaitem külföldön szintén. Azért is kaptam egy tisztességes sikerdíjat. És utána ez elég volt ahhoz, hogy bizonyos hitelek fölvétele mellett megvegyem az első vállalatot. És aztán jöttek a többiek. Mert ezzel nem csak egy vállalatot vettél, hanem soha. Igen, hát ugye amikor az ember megvette az első vállalatot és elkezdtünk céget építeni, akkor utána jöttek a lehetőségek egymás után. Szerinted miben lett a sikeretek? Ez a te kitartásodnak volt köszönhető, vagy olyan emberekkel vetted körül magadat, akik támogattak ebben? Adott esetben az is szerepet játszhatott, hogy azt mondják róla a kollégáit, hogy nagyon rabiántos ember vagy, akit idézőjelesen dekezelni kell. Hát akkor, amikor mi elkezdtük a bankárt, merem mondani, hogy az a csapat 3 évvel volt tudásban a magyar piac előtt. Tehát ez egy óriási helyzeti előny volt. Nyilvánvalóan 1991-ben a rendszerváltás után 1 évvel Magyarországon nem volt investment banki gondolkodás, én ezt Londonban megtanultam.
azaz volt egy helyzeti előny, és teljesen másképp néztünk a lehetőségekre. Kialakult a környezetemben mellettem egy nagyon-nagyon jó, nagyon ütőképes csapat, egy partnersük a bankárban, akik nagyon professzionálisak voltak. Dolgoztunk napi 16 órát, tehát ez azért mind együtt van, és a legfontosabb talán, hogy mi őrült kockázatokat vállaltunk, a külvilág szemszögéből abszolút, de egyébként is, de azért vállaltuk ezeket az őrült kockázatokat, mert Londonból nézve az ember másképp vállal kockázatot. Mert hogy mi az, amit máshogy látsz Londonból nézve? Hát, amikor látom előre, hogy milyen irányba fog fejlődni az egész, akkor másképp merek. Hát ha többet tudok, akkor másképp merek. Azért üzleti kudarcok is éltek? Mert azért nem szeretnék most itt szobrot állítani neked, ha nem muszáj, de hát aztán lehet, hogy kénytelen lesz megfaradni. Hogy mondjam, se itt, se a kogárba szobor, ami szüksége, köszönöm szépen. Természetesen. Tehát rengeteg rossz döntés volt, veszteség. Csak egy valamit kell megint látni, hogy az a biznisz, az az üzleti világ, amiben mi benne voltunk, vagy én benne vagyok, ez a venture capital típusú vállalatokat vásárolok, rendbe teszek, eladok, stb. Ugye ez egy nagyon magas kockázatú és egy relatíve nagy nyereséget ígérő üzletág. És ez úgy működik, megint Londonban tanultam, hogy ha csinálsz 10 befektetést, és a 10-ből 3 sikeres, akkor valószínűleg nullaadós vagy. Ha 10-ből 5 sikeres, akkor már pénzt kerestél, és ha 10-ből 7 sikeres, akkor nagyon sok pénzt kerestél. És így visszatekintve az elmúlt 20 évre azt merem mondani, hogy a bankárban a találati arány az a 10-ből 8 volt. És ez ezen mindig. Tehát itt senkinek gondolja azt, hogy tökéletesen lehet tudni, nem lehet. Ez egy magas kockázatú világ, tehát nem lehet tudni. Ez nem mondja, hogy földön a labdán biztos leesik. Ahhoz nyilvánvalóan kell tudás, érzék, jó ösztönök, hogy mihez nyúlok hozzá és mihez nem. Ma már például tökéletesen tudom, hogy mihez nem kellett volna hozzányúlni. Na mondjad! Az én életemben teljesen elhibázott koncepció volt az, hogy termelővállalatokba fektetek be, és termelővállalatokat akarok rendbe tenni. Az ipari termelés az nem az én világom. Ma már tudom spirituálisan, asztrológiailag, hogy nekem olyan dolgokkal kell foglalkoznom, és a múlt is ezt igazolja, ahol valamilyen módon Vénusz jegy alá sorolható befektetéseket csinálok. Ilyen. Hát azért a Vénusz jegyhez a nőiességet lehet meg a női mi voltat párosítani. Szépséget, harmóniát, sok minden, de hogyha én ezt lefordítom üzletre, akkor azt tudom mondani, hogy valahol a bankszakma, tehát a pénz dolog az ide tartozik. A Vénusz jegy alá tartozik az ingatlan világ. Vénusz jegy alá tartozik az egészségügy, a művészet. Ugye az egészség, ugye a Vénusz egy ellen tartozik, az neked ott a telki kórház. Azt szerinted inkább siker, vagy inkább kudarc? Én sikernek élem meg azt, hogy létrejött, és van Magyarországon egy magánkórház. Szenvedek vele, amióta megcsináltam, de egészen biztos vagyok benne, hogy egy sikertörténet lesz a nap végén. Igen, a betegek mennyire szenvednek? Ha lehet egy személyes történetet elmesélni, én 98-ban találkoztam először a telki kórházon, forgatni voltam ott. Akkor nyílt. Hát akkor nyílt, és akkor az akkori orvosom ott dolgozott, és mondta, hogy ha már úgyis oda megyek, akkor csináljuk meg ott a vérvételt. Hát mondtam, hogy csináljuk meg. Megcsináltuk a vérvételt, mennyi ideig tart egy vérvétel, de ugye 10 másodpercig, ugye körülbelül. Szépen bementem a vérvételre, megcsinálták a vérvételt, mentem a pénztárba, és kérdezték tőlem, hogy akkor készpénzzel vagy kártyával szeretném-e kiegyenlíteni az összeget. Hát mondtam, hogy készpénzzel, 98-ban volt nálam 25 ezer forint, hogy lett a zsebemben annyi az. És nem. Amikor hozták a számlát, mondtam, hogy akkor inkább kártyával szeretném, mert hogy eszem volt 37 ezer, utólag rájöttem, hogy tök fölöslegesen vettek el a véremet, mert az egész testemről kifutottam, amikor megláttam ezt a számlát. És akkor ráadásul kiderült, hogy a rendszer akkor még úgy működött, nem tudom, hogy most is így működik-e, hogy azt mondta egy másik, mit tudom én orvosom, hogy egyébként megmutatlak, hogy amit most itt analizálnak, azt nálunk ott a Szabolcs utcai klinikán nézik meg. Tehát, hogy volt vele egy ilyen furcsa érzés, hogy tök jó, van egy ilyen gyönyörű, mert tényleg szép, csak hogy ez hogy működik? Hány kereszt után kaptad meg az analitikát? Hát figyelj, akkor az engem nem érdekel, sőt, azt érdekel, hogy olvasom meg. 15
mondjuk az biztosan. Na most, te komolyan gondolod, hogy ezt a vért elviszik a Szabolcs utcába, ott megcsinálják és visszahozzák és megkapod róla a papírt? Hát mit tudom, én gondoltam, hogy gyors helikopterrel oda tudnak és nem, tehát hogy mondjam, ma Magyarországon kezdjük tanulni, hogy mennyibe kerül az egészség. Kezdjük tanulni. Én ezt az egészségügyi befektetést egyetlen szempontból elkalkuláltam. Én sokkal gyorsabb reformot vártam a magyar egészségügyben. Én azt hittem, hogy a régi szocialista rendszer az egészségügyben is le fog mondani 1998 után 1-2-3 éven belül. Tévedtem, hát még mindig nem bomlott be eléggé. De abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, akkor a Telki Kórház nyert. Azzal, hogy megjelentek a magánbiztosítók, most ez így január 1-től a saját magánegészségbiztosítási termékükkel, és jogilag erre lehetőség van. Én azt tudom mondani, hogy kórházi ellátásban, magánegészségügyben ma a Telki Kórháznak nincs alternatívája. Tehát ma már nagyon sok biztosítóval arról tárgyalunk, hogy az ő biztosítási kötvényük alapján a kórházi szolgáltatást a Telki Kórház nyújtja meg. Mert nem hiszem, hogy te szeretnél lenni egy jelentősebb összegért egy magánegészségbiztosítást, és utána elmenne a János Kórházba soron kívül a kötvényállás. Hát ezt most így nem tudom. Ez egyet nem szeretnék elmenni kórházba, de mondjuk mindesetre zárjuk a témát, tehát mondjuk azt, hogy ez volt a reklámhelye, és biztos, hogy egyébként felvérek. A Telki Kórház, ugye az, hogy valami siker vagy tud, az mindig akkor zsúlya, amikor én nem vagyok. Ja, ezt mit nem mondtam el? Akkor nem fehér, hogy van nyereség, van veszteség, van műszakos az ember. Ezen még dolgozunk. Még a remény megvan. Gábor, előtt el egy érdekes arány nevezetesen, hogy 10 üzletből, hogyha 7-ből jön, akkor az már nagyon sikeres. Nálatok 8. Hogy van ez az arány nálad házasságügyileg? Valószínűleg rosszabb a kockázatvállaló képessége házasság összefüggésében. De hát azért volt egy pár házasságod. Most azt én megkérdezhetem, hogy most is házasságban élsz, mert én úgy azt mondtam rögtön az elején a hölgyeknek, hogy már elkeltél, de hát lehet, hogy Igen, én már elkeltem. Ugye nem tudom, hogy kell definiálni a házasságot. Ha jogi aktus is kell hozzá, akkor nem élek házasságban. Egyébként pedig 10 éve nagyon boldog házasságban élek. Ugye a nagyon boldog házastársad egy gyönyörű bombázó, fiatal, nagyon okos penge agya van. Megmondod, hogy mit szeret benned? Szerintem úgy kellene megkérdezni. Szerintem a nyugalmat. Szerintem azt a minőséget, ami... Most nem széttom meg ez az önfényezést. Fényezd már egy kicsit magadat, nem szoktad ezt meg. Én úgy gondolom, hogy van egy bizonyos minőség, amit én képviselek. Nem kívül és külcsíny felé, hanem belül befelé. Na, hogy akkor sokat beszélgettek, tehát hogy erre gondolsz? Persze. Azért tehát nagyon sok közös van bennünk. Közös megközelítések, közös célok. Szóval, hogy mondjam, mi összetartozunk. Tehát amikor mi találkoztunk és egymásra találtunk, azóta ez egy nagyon szépen fejlődő egyirányú utca. Nagyon szépen mondtad. De akkor sem tudom meg ennek piszkáljak egy kicsit azért ugye múltaddal. Mert hogy azért ugye ahhoz, hogy rátalálj az igazi boldogságra, ahhoz azért voltak magánéleti kudarcaid. Nevezetesen ugye volt két válásod volt, ugye? Jól tudom, hogy két válásod volt. Az egyikben te mentél el, a másikban téged hagytak ott. Melyik is hát meg jobban? Hát mindig az is anyag az embert, amikor idézőjelben kudarcot van és ott hagyják. Hát ez magát megérdeződik. Hogy érted meg? Nehezen. Hú, de szükszavúvá váltam, és akkor szükszavúvá beszéltünk, akkor teljesen itt szárnyaltál, és minden volt. Nehezen éltem meg, mert amikor az ember eljut egy ilyen szituációba, akkor végig kell gondolni nagyon sok mindent az életben. Végig kell gondolni a prioritásait. Végig kell gondolni, hogy mi a fontos és mi a nem fontos. Végig kell gondolni, hogy mi működött és mi nem működött. És ma nyugodt lelkismerettel mondom azt, hogy ha annak a kapcsolatnak akkor nem lett volna vége, akkor én ma emberileg, lelkileg, spirituálisan nem tartanék itt, ahol maradtok. Azaz én ma már tudom, hogy amikor az ember lentül a libikókán,
az valaminek a kezdete, hogy felemelkedjen. Akarsz kicsit libikolt tenni? Az maga hozzá, ha van kedved, vagy szóljál bármikor, amikor akarod, én ezt nyitom ki és csinálok. Attól félek, hogy elnyomlak. Majd én igyekszem részlelni. Tehát, hogy mondjam, mindenben benne van az újnak, az újrakezdésnek a lehetősége. És én tulajdonképpen ennek a történetnek a kapcsán tanultam azt meg, hogy mi a fontos az ember életében. Tanultam meg azt, hogy az ember egy utat jár. És az a fontos, hogy ezen az úton maradjon, és milyen tapasztalatokat szerez, és milyen tapasztalást szerez. És nyilvánvalóan az ember visszakapja a sorstól pozitívan és negatívan is azt, amit elkövetett. És én tökéletesen tudom, hogy nekem így élnem, hogy az első feleségem mit kezdett akkor, amikor én mentem el. Én ezt a második kapcsolatommal visszakaptam. Ugyanakkor az is egy jó kérdés, hogy mi volt a rossz, és miért ment tönkre két kapcsolat? Hát azért, mert akkor én még tudatlan voltam. Akkor én úgy gondoltam, hogy olyan partner kell az embernek, akivel ketten együtt vagyunk egészen. És mind a két kapcsolat, amikor elkezdődött, hogy ketten együtt egészek voltunk, csak akkor én még nem tudtam, hogy az ember teljesen más rezgéssel, amplitúdóval fejlődik. És ettől adóan szétrázódnak dolgok. És ma már azt tudom, hogy a dolgok akkor nem rázódnak szét, amikor én is önmagam kerkegész vagyok, és az én partnerem is önmagában kerkegész. Na, ezt jó hallani, mint ahogy azt is jó hallani, hogy hosszan beszélsz arról, hogy megváltozott valami benned a szemléletedben, viszont azt is tudjuk, hogy valami meg teljes egészében megváltoztatta az életedet is, meg téged is. Ugye? Én azt hiszem, hogy sejtem, hogy miről szól a történet. Ideiglenesen, tehát nem marad itt a Radnóti Színházban sajnos. De mit adott neked ez a kép? De ez Péreli Zsuzsa goblenje, és én 2002-ben láttam ezt a goblent először Obuszonban, a goblen ős hazájában, az Obuszoni Múzeum falán, amikor a Zsuzsa életünk kiállítása éppen véget ért, és együtt kimentünk, hogy leszedjük, és befejeződjön a kiállítás, és én akkor láttam ezt a frissen elkészült műtárgyat, arra a kiállításra csináltam. És megálltam előtte, és földbe gyökerezett a lábam, ugyanis én tökéletesen tudtam már akkor azt, hogy az a legfontosabb, hogy az ember milyen utat tesz meg, és milyen tapasztalatokat szerez. És az én életemben, bankár életében az egyensúly az mindig borzasztó fontos volt. Hát likviditási egyensúly. Hát az embernek van pénze, vagy nincs pénze, mire vállalkozik. De én ezt az egyensúlyt, ezt végig... és az utat végig valahol vízszintesen, földi materiális összefüggésekben értelmeztem, és amikor megláttam ezt az angyalt, tulajdonképpen egyensúlyozni ég és föld között, jó és rossz között, lehet ragozni még, hogy mi között, akkor rájöttem, hogy én az egyensúlyt addig életemben teljesen rossz dimenzióban kerestem, és nekem ezt az egyensúlyt nem csak vízszintesen kell keresnem, hanem függőlegesen is kell keresnem. És ez volt az a pillanat, amikor én kinyíltam egy más világ felé, és elkezdtem fogni azokat a jeleket, impulzusokat, ami segített engem abban, hogy megtaláljam azt a belső hangot, ami valóban én vagyok. És tulajdonképpen ez az a angyal, ez az a műtár, aminek eredményeként azt mondtam, hogy ha ebben az országban élek és gazdagszom, akkor itt az ideje valamit visszaadnom, és ez az angyal ihlette azt, hogy létrejött a Kogárt. Na, a Kogártól majd még fogunk beszélgetni, de ha már arról beszéltünk, hogy nagy találkozások, meg hogy az embernek valami, vagy éppen valaki
megváltoztatja az életét, akkor jó lenne, ha körülnéznél, mert lehet, hogy van valaki, aki éppen arra vár, hogy megörülj neki, hogy megpuszít a kezét esetleg. Forogsz egyet, vagy csak őszítést nézel engem? A művész életében ennél csodálatosabb dolog nincsen. Ugyanakkor én ezt így szemtől szemre nem tudom hallgatni. Mondom, ez álszent módon bevilágítva a címpad közepén, de tényleg így van, miután én eleve olyan alkotó vagyok, aki olyan, mint egy barlanglakó, egyedül festegetem a barlang alá, csak ez egy mobil barlang, mert időnként kiállításokra elbújok. Most az, hogy valaki nem csak hogy megnézze, hanem megértse, és a megértéstől még egy egészen más útra térjen, hát ennél fantasztikusabb érzés nincs. Tulajdonképpen már átmehetnék egy másik dimenzióba. Bevégeztem a feladatot? Hát, azt mondjam, nem, azért még vannak is ebben. De ez egyébként neked sem volt éppen sikersztori teljes mértékben ez az alkotás, nem? Tehát azért nem mindig becsülték és mindenhol meg. Ez nagyon érdekes, mert Magyarországon volt egy magyar kárpik művészet kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. És én ezelőtt szöttem egy angyalt, aminek az a címe, hogy Szegény Angyal, és pont az ellenkezőjéről szól, mint ez. És aztán úgy találtam, hogy ideje némi egyensúlyt lopni a angyalok közé, és megszöttem ezt az angyalt. És kizsűrizték a kiállításról, úgyhogy mint magyar művészén itthon nem vehettem ebben részt. Viszont meghívták Franciaországba, a Gondrán fővárosába, Augustonba, úgyhogy végül is a szívsebemre gyógynyír került. De akkor tulajdonképpen erről ezt mondhatjuk, nem? Hogy akkor van egy kudarc, amiről Gábor is beszélt, és a kudarcból hirtelen siker lesz, csak nem tudjuk, hogy hol van az a pont, ahol a kettő elválik. Hát azért jó, van abban jó, az embernek őszül a haja, mert már lassacskán úgy felfogja, hogy az utak nem egyenesek, hanem gírbe-görbék, sőt az egyenes út szerintem unalmas is. Mert ha logikusan ki tudnánk számítani, hogy mit hoz a jövő, akkor átmalmoznánk a hátra jövő életünket. Úgyhogy csodálatos élmény volt, hatalmas tanulság, és az én életemet is megváltoztatta. És tulajdonképpen a mi kis kettősünk Ubiszomban kezdődött túl igazán. Hogy, tehát már úgy érted, hogy érted azt, hogy kettősötök vagy? Miért kérdezem, mert nem az is erre gondoltál, ugye? Akkor mondtad, hogy megvan a 10 évi boldogság. Gábor kijött erre a kiállításra. És tulajdonképpen bennem élt egy téves elgondolás arról a fajta emberről, aki nem mi vagyunk, tehát a bolondos artista is jó, mert egyébként az Anna Margit meghatározása volt a művész, az artista, aki egyensúlyozat, aki tudja mi. Gábor viszont a realitások embere, mert nekik a számoszlopok valóságából kell aztán a játékot folytatnia, mert ugye ő is egy nagy játékos. És tulajdonképpen Ubiszomban nagyon jókat beszélgettünk, olyan jókat, mint itthon nem is lehetne, tiszta terepen. És akkor megismertem a Gábornak azt a lényét, amitől megfejtődött számomra, hogy miért tudunk mi barátkozni egymással. Nem tudom, jól elgondolom. Elmondod ezt az énét, tehát hogy a te szádból is halljuk, hogy milyen ő
amitől a barátod lehet? Előtt most ennél színű boncolás. Ez abszolút nem boncolás, de most fényező, de egyébként tényleg, mert a Pogától még majd szeretnék később beszélgetni vele, mert azért szerintem az valóban egy óriási nagy dolog, hogy hogy van egyfajta mecenatúra, és ott azért meg lehet nézni a kortárs művészetet. Tehát tényleg érdekel, hogy te külső szemmel hogyan látod, tehát mi lett a beszélgetéseknek a folyamánya? Én azt azért tudom, hogy nagyon sok Pérez Zsuzsa kiállítás van a Kogárban, itt-ott, nem csak a Kogárban, de valahogy mindig ott van a Kogárt a hátad mögött. Hát a legnagyobb meglepetés számomra az volt, hogy föl volt dugatva ez az angyal és a szegény angyal úgy-két szemben lévő falra. És a Gábor megállt ezelőtt a kép előtt, és úgy találtam, hogy kicsit túl sokáig állott. Azon véleztem, hogy vajon egy ember, aki mindenképpen az életét a realitások között kell élnie, hogy vajon mi van a fejében, és azért tulajdonképpen titkosszolgálati eszközökkel nagyon boldogan meg is hallgattam volna, és meg kilestem volna. Emlékszel, hogy mi volt a fejedben? Tehát, hogy ilyen gondolatok cikáztak, elmondtad, hogy rájöttél, de mégis mi volt az a... Aha. Hát nem gondoltam, hogy ez. Nem gondoltad? Nem. Miért ránéztél, és azt mondtad, na biztos nem? Nem, semmi előítélet, csak... Hát tudnom kell, hogy nem mindenki én vagyok. Ezt lassan tökkel fogom. Tehát mindenkinek a fejében a saját külön világa van, és a saját külön világából néz kifelé. És egész más dolgot lát és hall abból, amit mondjuk én látok és hallok. És én azt hittem, hogy őt a fényessége ragadja meg, hogy az viszi el a messzeségbe valahova. De amikor kiderült, hogy ő arra gondol, amire én ezt tettem, akkor is hihetetlen. Rendszeresen szoktatok ilyen témákról beszélgetni? Hát persze, azóta. Sok minden köz össze azóta bennünket, nem tudom, beszéljünk sokkal bárkavár. Hát sokkal bárkaván is van egy fantasztikus pihenős alkotás, a Vácsi Mundi. Amikor elkészült ennek a kolostornak a felújítása 2010. október elején, a barátainkkal lementünk 11 néhányan, és eltöltöttük ott egy hétvégét. Úgy, mintha szerzetesek lennénk. Hát csendben, békében, barátságban. Kicsit mondd én szerzetesek, mert jó haja volt. És volt egy olyan foglalkozás is idézőjelben, ahol mindenki maga módján meditált, vagy gondolkozott egy nagy teremben, és rúgva lejött az ablakkal szemben, és ezt erről neked kellene beszélni, azt tudom mondani, hogy azóta ott van a Vácsi Mundi falu. Gábor adott nekem egy nagyon kellemes házi feladatot, hogy akárhova, akármit szülje. Most ez is olyan valósak, tehát a Kolostor bármely részével, amit gondolok. És ez annyira csodálatos, amikor az ember először is, ha valaki vágyik arra, hogy én szüljek valamit. Másodszor, hogy szabadhelyi választás van. Harmadszor, hogy pont ide ebben a fantasztikus Kolostorban, ami nem tudom, hogy volt erről a szó, de többszörösen meggyalázott tönkre, tehát minden rendszerben valamilyen rettenetes hasít kapott előtt, és tulajdonképpen egy megrendítő sors épület, és hogy én ide valamit szüljek. És abban a pillanatban, amikor én kapok egy ilyen kedves felkérést, abban a pillanatban romóba heverek. Mert meg akarok felelni a saját elvárásaimnak, és én végtel kellene transzolni. De valahogy ott jut az egyik fantasztikus szép a repertórium terembe, egy fantasztikus gerenda, ami az 1600-as évektől látja azt, ami ott történik. Jobban mondva, ami zöld olajfestékkel be volt festve, addig némi éppen szűkült a látása. És azt mondtam, hogy kedves gerenda, súgjál nekem. És súgott. És súgott. Nagyon fantasztikus. Súgott. És én ezt megszőttem. És ami nagyon fantasztikus, hogy néhány évvel előtt a Iparművészeti Múzeumban volt egy kiállításom,
és megkeresett egy ismeretlen házaspár, hogy nálunk halt meg ennek a kolostornak a fő apácája, és műsorruhákat mindent, és a fonalait szeretnék nekem adni. És esküszöm, horzongok, tehát így megy a lábam van. És szó nem volt erről az egész fantasztikus történetről. És ebben voltak aranyfonalak, tisztaságok, szóval minden egyes kis darabka az olyan volt, hogy valakinek az életrajzából kaptam kis darabokat. És akkor jött ez a felkérés, feláldás, áldásos feladat. És ott volt ez a fonal, és ott volt ez a gerenda, és ott voltak ezek az eltöltött napok, amikor úgy egyszer csak éreztük, hogy megtisztul a kolostor, hogy kiment előle minden, ami gonoszság, csúfság, iszok, mocsok. És megjelent előttem két fa, ami nagyon egyszerűen hangzik, de az egyik a rossz vagy a sötétség, a másik a világosság, és tulajdonképpen arról szól, hogy a gonoszra szükség van ahhoz, hogy a jó élvezhessük, vagy megkaphassuk. Azt hiszem, hogy innen már csak pantomimra tudnám eljátszani, mert képet elmesélünk. És akkor egy olyan 7-8 hónap alatt kocska alatt meg is szöttem, belekerültek ezek a fantasztikus vonalak, és most ott van a falon, és párbeszédet folytat a gerendával. És az meg kell megnézni, Zsuzsa, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és köszönjük szépen ezt a teljes felemelő történetet, mert eszembe az nagyon sokaknak nagyon sokat tud adni. Én is köszönöm szépen. Azzal kezdték, hogy most már értik, hogy miért 30 és elfogadják.
mert hogy New Yorkban a 48. emeleten a vezetőség szobája is ugyanannyi lévő. Tehát a művészet felérték. Egyébként nekünk borzalmasan észre kellene lennünk ebben az országban, hogy hogyan értékel fel a művészet, és ez az igazi identitás. Hogyan lehet ma egy globalizálódó világban, amikor egy egységesülő Európában vagy Európai Unióban megkülönböztetni magunkat? A nyelvünkön és a művészetünkön keresztül. Máson keresztül nem lehet igazából. Mi van téged egyébként a 19. század magyar festészetében, de idősebb Markó Károly az oszlopos tagja a gyűjteményednek. Mi az, ami megragadott? Mert hiszem ő talán az első között volt, akik felkerültek a falra. Ugye ez a idős Markó Károly 19. század első fele, ez a romantikus magyar párképestészet, és hát a meghatározó ellen számomra a nap a fény. Tehát nekem szükségem van fényre napra, ez az, ami megéríti az életet. Azért meg tudod, hogy az MNB-ben a skandináv intézés, nem annyira. Nagyon jó volt a fehér éjszakák, csak relatíve ritmából elszik. Gábor, már előbb is szóba hoztad, és te hoztad szóba, úgyhogy most akkor merekezene honnanról menni az asztrológiát. Naponta felhívod az asztrológusodat mára, megkérdezted, hogy itt siker lesz, vagy nem hívom fel az asztrológusodat. Nem hívod fel? Hívnám. Hát ő hív téged, vagy hogy? Ez nem egy napi dolog. Hanem. Az ember kell, hogy sok mindent értsen, és ez kell tudni használni, nem ez alapján élni. De azt nem mondtad, hogy a nagy döntéseid előtt nem hívod fel? Van, amikor fölhívom, a döntések előtt igen, mert nagyon kíváncsi vagyok a tekintetben, hogy egy-egy nagy döntésnél jól döntök-e jókor, a sorsom ellen döntök, vagy nem. Hogyha azt mondja, hogy vagy ne tedd, akkor meghallgatod, és azt mondod, hogy akkor inkább elállsz az üzlettől? Nem, akkor újra gondolom. Az mit jelent? Újra mérlegelem az összes tényezőt, és nagyon sok esetben mégis úgy döntök, hogy korábban döntöttem. Tehát engem ez nem befolyásol, ez egy bankó. Sikeresnek tartom magad? Boldognak tartom. Ez különbség? Igen. Ugyanis a siker az valami felszínes dolog. A siker az a külvilág, a boldogság az belülről jön. És sokkal fontosabb boldognak lenni, kereknek lenni, kiegyensúlyozottnak lenni, a belső hangra hallgatni, és úgy gondolni, hogy az ember azon a bizonyos úton, ami halad, jó úton jár. Az, hogy sikeres, belejárulja, de külsőség. Hogyha én most elbuknám mindenem, én akkor is boldog maradnék. Mert már megtanultam, hogy mi az, hogy boldogság. Megtanultam boldognak maradni, bármilyen körülmények között. Megtanultam pozitívan nézni a világot, pozitívan gondolkozni. Ugye van egy híres Chivas Regal whisky reklám, ahol is a palac félig van italval, és van, akinek ez az üveg félig teli, és van, akinek félig üres. Nekem ez az üveg mindig félig teli. Nem lehet félig üres. Ugyanis tudom azt, hogy imaginációval, gondolatokkal teremtünk. Pozitív gondolatokkal pozitív dolgokat teremtünk. Negatív gondolatokkal negatív dolgokat teremtünk. Hát bolondok vagyunk, hogyha negatív gondolkodással negatív dolgokat teremtünk. Hát önmagunk alatt vágjuk a fát. Tehát tessék pozitívan ébredni reggel, lehetnek az embernek nehézségei. Ez egy másik dolog. De attól még pozitívan kell gondolkozni. Nem úgy kell gondolkozni, hogy nem fogom megoldani és belebukok, mert akkor az ember azt imaginálja, hogy belebukik, hanem azt kell imaginálni, hogy megoldok, meg tudom oldani, van hozzá tehetségem, van hozzá türelmem. Ugye azt én tudom, hogy van egy társaság, azt hiszem alapítvány, a Világot Szolgálók Alapítványa, amelynek te is tagja vagy, és ugye ez a célotok, hogy jobbá tegyétek a világot. Szórjátok akkor ezeket a pozitív gondolatokat világszerte? Igen, csináltunk egy ilyen alapítványt Genfben. Egyelőre ez az alapítvány még nem jelent meg a nagy nyilvánosság előtt, de ha ezt most így értelmezzük, hogy szórjuk a pozitív gondolatokat, nem ez igazában a,
hogy mondjam, ennél ez egy sokkal komolyabb valami lesz. Én nagyon remélem, hogy októberre a világ 150 országában ismerté válik ez az alapítvány a kezdeményezésünkkel. És tulajdonképpen ennek az alapítványnak az a célja, hogy hogyan tudjuk elősegíteni azokat a civil kezdeményezéseket, szerveződéseket, ötleteket, bármit, ami azért jön létre, hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz, és ezen keresztül jobbá tegyük a világot. Azaz, hogyan lehet kollektív módon, rengeteg kis apró, legkülönbözőbb kezdeményezéssel egy olyan pozitív társadalmi gondolkodást kreálni, amivel létre lehet hozni egy olyan társadalmi transformációt, ami majd megoldás lehet ebben a világban azokra a problémákra, amikre keressük ma a megoldásokat, csak éppen nem találjuk, mert valószínűleg rossz dimenzióban keressünk, és még nem jutottunk el odáig, hogy ebben a dimenzióban keressük, és nem a materiális dimenzióban. Ezekhez mind nagyon-nagyon sok sikert kívánok, de én nem mennék még el úgy, hogy ne libikókázunk egy kicsit, mert ha már beszéltünk erről a fentről, lentről, meg a más dimenzióból, akkor nézzük meg, hogy hát most már én is tanultam tőled valamit, és jobban tudom. Én szeretnék egy olyan libikóka játékot, ahol te vagy föl. Hát én is megpróbálnám, csak ahhoz valaki tényleg kéne magad alapítanod, de...